Most a karácsony megteremtésére próbálunk hangolódni az énekeken, a verseken keresztül. Így akarjuk, hogy az Jézus elérkezzen hozzánk, hogy milyen nehéz, mindenki tudja, amikor készülünk, mindent rendbeszedünk, mindennek ugye helyén kell lennie. Addig, mintha az ünnep nem is érkezne meg, megérkezik, de mégis azért aggódunk, mégis azért azt szeretjük, hogyha minden a helyén van, minden rendben van. Valahogy most is így vagyunk. Ezért jöttünk el, hogy nem egyszerű az mondjuk eloldást tartanak, és akkor ezt akarjuk még mélyebben a karácsony misztériumához szeretnénk egy kicsit úgy belekóstolni. Valahol a szívünket, a lelkünket felkészítjük erre a nagy eseményre, és ez a karácsony ünnepe lesz, Szenteste, amikor megszületik számunkra az üdvözítő Jézus Krisztus. Ilyen nagy örömmel akarjuk őt fogadni. Ilyen nagy örömmel szeretnénk részt venni majd a szentesti szentmisén, lélekben felkészülni. Az énekeken, a verseken keresztül már valami formán megérni bennünk a kis Jézus. De elvárjuk, hogy még jobban elmélyüljünk benne, felkészítsük szívünket, felkészítsük lelkünket erre a találkozásra. Ezzel a szeretettel fogadják, kedves testvérek, az előadásokat. Én azt hiszem, hogy örömet fognak a szívükben hozni, és a kis Jézus mind nagyobb örömmel fog jönni, mert látja, hogy készültünk erre az ünnepre, készültünk a vele való találkozásra. Még egyszer mindenkit szeretettel köszöntök, Isten a szörnyeket. Nyissák meg a lelküket, nyissák meg a szívüket az előadók előtt, hogy ezáltal beköltözzön az önök szívében, önök lelkében mindaz, amit a karácsonyi misztériuma szeretne nekünk átadni, szeretne üzenni. Mikor Jézus megszületett, tiszta volt az ég, aprócska kis csillagtüzek égtek szerte szét. Köztük egy, a legfényesebb, mindig arra vár, hogy a jó hírt megtudhassa szerte a világ. Fényes csillag, vándor csillag három bölcs fölött, reményt hozott, s reményt adott, amíg örködött. Aztán fényem elhalványult, de ha akarod, minden évben decemberben újra felragyom. Szeretett napja volt az, melyen Jézus született. December egy hideg évben a legforróbb szeretet. Szeretetből jött le hozzá, szeretetből született. Szeretetből halt meg, értünk, ó, mi csodás szeretet. Ha tudnánk őt utánozni, e nagy szeretetében több öröm és kevesebb út lenne itt az életben. A zombai férfival tavaly alatt 13 fővel, az elmúlt másfél évben felépített katonakon, születinapon, kiállításon, idősek napján, esküvőkön, templomokban nagyobb ünnepek alkalmával, valamint idősek otthonában. Nem egyesület, hanem a társaság, támogatás a működési közben. A férfival vezetője Csiki János. A mai alkalomra a férfival betanította Eki János. Fogadják őket csak szeretettel. Messze zsong a hála ének.
én kedves kis falunkban, karácsonykor magába száll minden lélek. Minden ember szeretettel borul földre imádkozni az én kedves kis falunkban. Hosszú sorba indulnak el ifjak, vének, az én kedves kis falunkban. Hálát adjuk a magasság Istenének. Mintha itt lenn, a nagy Isten szent kegyelme csúrna, szállna, az én kedves kis falunkban. Minden szívben csak szeretet lakik már. Bántja lelkem a nagyváros durva zaja, de jó volna ünnepelni odahaza. De jó volna tiszta szívből, úgy, mint régen.
Hitleri karcsú szára, miért feledett a folytádat, a folytádat, a hitedet, szerelmet tűzére tette, messze látszik lobogása, mi lesz, ha lesz hangvadása. Sigatjuk a nászi kedvet, és sigatjuk a fajtát benned.